elmondanánk, hogy mi mit értünk hungarikum alatt, jó néhány olyan terméket sorolnánk föl, amelyekről közösen mindegyikünk ugyanazt értené. Hát igen, ez nem más. Ez a mi közös hagyományunk, ez a mi közös múltunk, viszont a múltunk az csak akkor lesz a jövőben is rendkívül erős és meghatározó, hogyha a következő generációk itt vannak. Itt vannak. Hál' Istennek, itt Szegeden is ezt lehet látni, hogy igen, együtt vagyunk mi közösen, össze kapcsol minket, nem más, mint az a közös lét, ahol mi itt a Kárpát-medencében vagyunk. Én azt gondolom, hogy mindegyikünknek van egy közös jellemzője. Itt Magyarországon szeretjük a vendégeket, és minket is szeretnek, hiszen kiváló ételeket kínálunk. Azaz ételt, élelmiszert. Újabb olyan pont, amelyik úgy kapcsol össze minket, hogy van valami közösségünk, van valami hungarikumunk, amelyet el kell, hogy fogyasszunk. Én azt remélem, hogy minden asztalon, és akik itt vannak, egészen biztos vagyok benne, hogy egy ital, amelyik elindítja a vacsorát, az nem lehet más, mint egy pálinka. Utána az azt követő ételek nem készülhetnek másból, mint Szegedről, vagy a környékről, vagy valahonnan olyan területről származó paprikáról, amiről tudjuk, hogy igen, ez magyar paprika. Mi lehetne más egy pörköltben, mint egy jó szürke marha? Mi lehetne ezt követően méltóbb folytatás, mint az itt kiállításra kerülő, akár névhez köthetően egy gundel palacsinta, de említhetnénk sok-sok kiváló magyar desszertet is, és természetesen mindezt közben kiváló borokkal kell, hogy kísérjük. Én azt gondolom, hogy ez számunkra már-már természetes. Viszont ezt a természetességet kizárólag úgy tudjuk megőrizni, hogyha ezt közösen ápoljuk. A közös ápolásnak egyik lehetősége nem más, mint hogy bárhol az országban találkozzunk egymással, nézzük meg azokat a kiváló termelőket, akik ezeket a termékeket hagyományaik alapján, a nagymamák receptje alapján előállítják, és ezt követően nekünk, unokáknak, dédunokáknak, és folytathatom a sort, felkínálják. Ez nekünk valami olyan összetartó erő, ami határainkon is túlmutat. Hiszen egy hungarikum esetében kitágított módon beszélünk ezekről az élelmiszerekről, és bárhol a nagyvilágban ezeket a termékeket meg lehet említeni. Néha kicsit irigyek vagyunk másokra, mert azt mondjuk, hogy milyen könnyen a tulipánnal és fapapuccsal összekötnek egy országot, vagy esetlegesen is egy bikaviadalról egy másikra következtetnek. Én azt remélem, és a hagyományaink és a lehetőségeink azt is biztosítják, hogy igenis, úgy generálisan az élelmiszerekről, a jó ételekről, a jó érzésről Magyarországra kell, hogy gondoljanak. Én azt gondolom, hogy a második Szegedi Hungarikum Fesztivál is ezt támasztja alá, hogy igenis itthon ezt már nagyon sokan tudjuk, határainkon túl még többeknek kell tudni, és ez mindegyikünknek egy olyan közös jót fog jelenteni, hogy évről évre találkozva hosszú évtizedeken keresztül az itt fiatal generáció majd az ő gyermekeivel jön ki, és emlékezni fog rá, hogy igen, én itt hallottam először arról, hogy ilyen és ilyen termékeket már a nagyanyáink, az ő nagyanyáik és sok-sok ezer évvel ezelőtt is már előállítottak. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium nevében azt tudom önöknek mondani, hogy ami rajtunk múlik, amivel támogatni tudjuk azt, hogy ezt a közösséget formáló hagyományunkat megőrizzük, meg fogjuk tenni. Büszkék lehetünk arra, hogy az első olyan termékünk, amely nem csak hogy Magyarországon hungarikum, hanem az Európai Unióban is védettséget élvez, és ezáltal a nagyvilágban, az innen Szegedről, a szegedi szalámihoz van társítva. Ez természetesen egy jó példa mindig követendő. Én azt remélem, hogy ma még európai szinten a két termékünket egyre több fogja követni, hiszen mindenkinek el kell odáig jutni, hogy a világon, ha bárhol ezt előveszik, nem másra gondoljanak, mint Szegedre, Makóra, Kalocsára, és sorolhatnám az országunkban lévő településeket. Kívánok önöknek nagyon jó szórakozást, kívánom azt, hogy úgy emlékezzenek vissza erre a Hungarikum Fesztiválra, hogy csodálatos ízeket kóstoltak meg, és várják azt, hogy jövőre jöjjön a harmadik, ahol ismételten találkozhatunk egymással. Jó szórakozást kívánok önöknek, köszönöm!